Ez a katolikus.ma portál podcast adása. Hit, élet, feltöltődés. Több mint egy magazin. Tudj meg többet rólunk a katolikus.ma portálon, valamint a Facebook, Instagram és Twitter oldalunkon. Találjuk meg egymást. Párkapcsolat, szerelem, szexualitás, házasság, gyerekek, család. Találjuk meg egymást a katolikus.ma családos podcast műsora. Szinte évente első áldozás vagy birmálás során felmerül a kérdés, hogy a fiatalok vajon majd visszajönnek-e szentmisére. Vagy itt a vég. Megfigyelések alapján számos plébános mondja, hogy a fiatalok, ha részesülnek a nagykorú katolikussá válás szentségeiben, akkor azzal el is távoznak az egyház soraiból. Talán statisztikailag jelen vannak, de jó eséllyel csak nagy ünnepekkor találkoznak velük. Újabban pedig az is probléma, hogy egyáltalán megkeresztelik-e a szülők a gyerekeiket, és részesítik-e első áldozásban vagy bérmálásban. Köszöntöm a hallgatókat, Harasztóvi Arnold vagyok, köszöntöm a műsor vendégeit, Pécsi Rita neveléskutatót, nagycsaládos édesanyát, Felföldi László Pécsi megyéspüspököt és Messina Tamást, a Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium pedagógusát, nagycsaládos édesapát. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntelek benneteket! Mindörökké, amen. amen. Előre bocsátom, hogy a felvétel készítésének pillanatában nem ismerjük a legfrissebb magyarországi népszámlálási adatokat, tehát ez a beszélgetés nem fogja érinteni a statisztikát. Püspök atya, te hogy látod a plébánosok említett dilemmáit? Minden kultúrának egy rendkívül fontos része volt a fiatalok nagykorúvá nevelése. És az a pont, amikor kimondták, hogy most már te nagykorú vagy a fiúkra, hogy most már a férfiak közé állhatsz, a lányokra, hogy most már az asszonyok közé állhatsz. A kereszténységben egy szakadék történt, és történik folyamatosan, hogy a gyerekek kimaradnak ebből a, fejlődésből, a hitnek a fejlődésében, és ott van a bérmálás szentsége, vagy az elsőadozás szentsége, de nem folyamatában van ott, hanem csak úgy egyszer csak ott megjelenik a gyerekek életében. Ez tökéletesen kitapintható a bérmálásnál hogy hitében nem jutott el a nagykorúságra, és mi azt mondjuk, hogy te innentől kezdve nagykorú vagy. Vannak közöttük látom, csodálatosan érett gyerekek. Tehát nem veszteségeink vannak, hanem nem végeztünk munkát. Nem neveltük fel őket. És valami olyat várunk el, hogy egy olyanban legyenek jelen egy szentség története után, amiben azelőtt nem voltak jelen ez egy önbecsapás, és a gyerekektől egy, egy felelőtlen elvárás. Hisz nem, nem szabad azt gondolni, hogy egy ünnepségtől a gyerek napi szentmise látogatóvá válik, mikor előtte 14 évig nem volt az. Tehát újra kell ezt gondolni a kereszténységen belül, hogy hogyan neveljük fel a gyerekeket, és valóban Közösségben neveljük-e, és a hitükre figyelünk, vagy csak a tudásukra? Nagyon sokszor sajnos csak tudásra figyelünk, de a hit az nem tudás, az kapcsolat, az élő Istennel való kapcsolat. Tehát itt valójában a szomorúságunk okozói mi vagyunk, és ezért alapokról kell újraindulnunk, és segítenünk akár egyházközségben, akár családban, a fiatalokat, hogy valóban növekedjenek, erősödjenek, tökéletesedjenek a hitükben, a szeretetükben, Isten és emberi kapcsolataikban. Azt gondolom, hogy hát ez nagyon-nagyon jól tudok kapcsolódni én is a nevelés területéről, persze, mert maga a hitre nevelés, tehát a, a személyes Isten kapcsolatra való nevelés, hát ez nagyon. Kis kivételekkel nem történik meg. Sajnos gyakran a családokban sem, de a, az intézményeinkben sem. Valóban lesz belőle tudás, talán lesz belőle kis pecsétke, hogy itt volt a misén, de hát az abban a pillanatban meg is szűnik. És amikor szeretnénk úgy magunk elé tenni, hogy fú, mert ez tényleg egy ilyen elvittük a bérmálásig, és 14 évesen, hát tegyük már fel a kérdést, 14 éves ember, nem felnőtt ember. A 16 évese és 17 évese, tehát ott még volt van nagy, nagyon nagy fordulat, Számíthatunk, és mindenestől. Tehát ott, ott bizony megjelenik az, és majdnem azt lehet mondani, hogy nagy számok törvényében, Szinte baj is, ha nem jelenik meg ebben a, ebben a serdülősi korban, hogy szembefordulnak a szüleiknek az értékrendjeivel, értékrendjével. És, és egyszerűen megpiszkálják, megkérdőjelezik, és, és szeretnék azt, hogyha ők ezt személyesen tudnák újra újra valahogy magukban kiépíteni. És erre tényleg nem kapják meg a lehetőséget sem, mert, mert egy ilyen korai zárással csinálunk egy nagy ünnepséget, hú, te most már felnőtt keresztény vagy, és ezen nagyon-nagyon sokat. Tártunk, mert tulajdonképpen egy fél igazságot, vagy még azt sem nyomunk bele, ahol, ahol ő azt gondolja, majd amikor jön ez a, ez a serdülési turbulencia, a mindennek az összezavarodása, akkor azt gondolja, jó, hát ezt én, ez, ez nem ért semmit. Hát ez, ez, ez ne, erre nekem nincs szükségem, hiszen hát én is jártam, én is voltam, ez az, az nem, nem lett semmi. Tehát a, a személyes Isten kapcsolatra való fölnevekedés, és annak minden megküzdése is, akár az ellentmondások, akár a viták, akár ezek a kudarcok, akár a, a, a megkérdőjelezésekre, ezekre nagyon nagy szükség lenne ahhoz, hogy hogy valóban ö, a saját hitévé formája ki. Ugye Pascal mondja, hogy mindenkiben van egy Isten alakú űr, amit csak Isten tölthet be. Tehát se a hittanár, se az apja, se az anyja, se a... de oda tudjuk vezetni, hogy ő személyesen kapcsolódhasson Istenhez valahogy, és ezt, a, ezt az űrt tölthesse be személyes formában. Sokszor azt a következtetést vonjuk le, amikor vannak azok az esetek, és azok, hát most erről beszélek, a, hogy a, egy hívő, látszólag hívő család gyereke ateistává válik. És hát most nem akarom mindenkire ezt ragasztani, nyilván van az az eset, amikor hívő vagy nem hívő család gyereke, hát nem fogja gyakorolni a vallását. Milyen hívő az a család, ahol ateistává válik a gyerek? Én biztosan nem kérdőjelezném meg egyetlen családnak a a hitét, a hitének a mélységét az alapján, hogy hogy mit sikerült -e a gyermekeknek átadni. A, az ateizmus kifejezés használatát érdemes meggondolnunk. Tehát nagyon gyakran, amikor a gyerek szembefordul a szüleinek az értékrendjével, akkor akár még saját magát ateistának is nevezi, nagyon nagy valószínűséggel azt se tudja igazából, hogy ez micsoda. És tényleg ez a lázadás van mögötte. Az egyháziskolában állandóan találkozunk azzal a helyzettel, hogy a kamasz az lázad, és amilyen környezet van körülötte, az ellen tud lázadni. Hogyha ez egy egyházi iskola bizonyos vallásgyakorlati formákkal, elvárásokkal, akkor a lázadása ez ellen fog irányulni. Ugyanígy a szülőkkel szemben is keresi a saját személyiségét, saját magát, és ez okozhat surlódásokat, akár eltávolodást is abban hiszünk, mondhatom, hogy jobb híján, de talán ennél azért pozitívabban is tudom mondani, hogy abban azért hihetünk, hogyha a szülők összintén megmutatták a saját hitüket, van saját hitük, ezt a gyerekeknek összintén megmutatták, együtt megélték, akkor is előfordulhat eltávolodás ettől a fiatal életébe, de akkor a szülő mindig bízhat abban, hogy, hogy vannak olyan alapok, amire építve a fiatal visszatérhet bármikor az életébe, és ezért a szülő meg mindig, mindig imádkozhat. Hát azt hiszem, hogy sokkal hosszabb távban gondolkozunk, sok ilyen életutat láttunk már, és ezeket szabad is szemlélni, nézni, hogy Isten útjai tényleg hihetetlenül ö, gazdagok, kifürkészhetetlenek, és tényleg személyre szabottak. Tehát ki tudja, hogy kinek milyen utat kell ahhoz bejárnia, hogy ő a saját hitét, a saját Isten kapcsolatát megtalálja, és hogy hol fogja meg, hol fog, hol fog ráköszönni az Isten, hogy itt vagyok? Melyik az az ő útja? Biztos, hogy nem ugyanaz, mint az enyém vagy a másik, és az, hogy most egy gyerek 20 évesen, 30 évesen, hát sok ilyet láttunk már, ugye, hogy, hogy úgy néz ki, mintha teljesen elfordult volna. Nem gondolnám, hogy, 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 azok, a, azok a, a beletett értékek, illetve hát, hogy az Isten, mint fővállalkozó, az ő, ő életének a fővállalkozója, azért mégse mi vagyunk, hanem hogy, hogy, hogy akkor elengedi a kezét. De nagyon érdekes az is, ugye, és csatlakoznék Tamáshoz, hogy azért ez nem egy ateista magatartás gyakran, hanem tényleg hát azokkal a szokásokkal való, való, szembefordulás. Tehát az, hogy neki most milyen kapcsolódása van, vagy milyen vágyódásai vannak, vagy milyen gyötrelmei és kérdései vannak, ezt ugye ilyenkor nem látjuk. Volt egy nagyon érdekes népszámlálás és felmérés, azt hiszem, most Svájcban volt a 90-es években, és például a vallás gyakorlatra egyértelműen az a, az a, kritikus tényező jött ki, hogy az apa vallás gyakorlása a, a, a leg legdöntőbb arra vonatkozólag, hogy a gyerekek utána vallásukat gyakorolják-e, de ez csak vallásgyakorlás, tehát az, hogy most akkor járnak-e utána a templomba, de én azt sem mondanám, hogy minden esetben, hogy úgy mondjam, akkor nyugszunk meg szülőként, hogyha eltaláltak a templomig minden vasárnap, mert ugye azért egy Isten kapcsolat aznél sokkal, sokkal szélesebb körű, De az érdekes, hogy amikor az apa nem gyakorolta a hitét, még akkor is, hogyha az anya rendszeresen gyakorolta, akkor a gyerekek két százaléka lett csak rendszeres templomba járó. Tehát annyira, annyira erősen befolyásolja az apa templomba járása, vagy az apa gyakorlata a, a gyerekeknek a vallás gyakorlatát. Rejtélyesek az életutak papoknak, szerzeteseknek visszaemlékezéseibe találkozom sokszor azzal, hogy nem hívő családból származott, esetleg volt egy nagymama valahol, akivel nem is volt szoros kapcsolat, és, és fordítva meg tényleg kívülről nézve mintaszerű keresztény életet élő, mélyen elkötelezett szülők gyerekeit látom elkallódni, gyakran látszólag elkallódni, reméljük, hogy, hogy nem. Csak hálát tudok adni a jó Istennek, hogy a, a, saját gyerekeink rendben vannak, és nem gondolom azt, hogy ezt én kérdemeltem, én teremtettem volna meg, mondom, csak, csak hála és köszönet van bennem, és, és biztos, hogy, hogy senkit minimálisan sem gondolnék megítélni, elítélni, ezért. Az emberi életnek a legnagyobb súlyai azért az azért kapcsolatok. Ezen megy minden. Milyen kapcsolataink vannak, és egy nagy titok, és egy misztérium, hogy hogy alakulnak a kapcsolataink. Egy családban egyik gyereknek ilyen a kapcsolata, a másik gyereknek olyan a kapcsolata, szülővel több testvér van, egyiknek, egyikkel van jobb kapcsolata, a másiknak a másikkal. Ezek ezek különleges történetek. Ezek majdnem azt kell mondhat, mondanom, hogy. Irányíthatatlan történetek. Vannak családok, akik nagyon összetartóak és nagyon élnek. Vannak családok, ahol meg nem ezt látjuk valahogy. És ebben a kapcsolatrendszerben, önmagammal, hitves-hitvessel, testvér-testvére, szülő-gyermekkel, ebben van benne az Isten kapcsolat és mint ahogy testvérek szembe tudnak fordulni egymással, gyerek szembe tud szülővel fordulni érthetetlen módon, butaságokon, nagyon sokszor ugyanúgy Istennel is szembe tud fordulni, mert tulajdonképpen önmagával is hány ember szembe fordul. Tehát a, egy kapcsolatrendszer az, ami előttünk áll, el, és igazából ha az Isten kapcsolatát valaki rendezi, Abból látható, hogy rendezte, vagy megszületett egy fiatalban, hogy rendezte a többi kapcsolatát is. Ha nem rendezte, vagy nem akarta rendezni, akkor nem született meg az Isten kapcsolat. Mert az Isten kapcsolat az a kapcsolataink rendszerének a valósága akar lenni. Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Kicsit meg is válaszoltad a következő kérdést, de azért felteszem, hát ha Rita és Tamás is hozzászól. Joseph Langston, az Új-Zélandi Victoria Egyetem PHD hallgatója, az Atheist Research Collaborative Ateizmus Kutatók Egyesülete kutatója. Arra volt kíváncsi, mikor válnak az emberek ateistává. A Religion Brain and Behavior című folyóiratban megjelent tanulmánya szerint azoknak a szülőknek a gyerekei, akik sokat beszélnek a vallástól, de a gyak gyakorlatban nem élik meg mindazt, amiről szónokolnak, nagyobb valószínűséggel lesznek Isten tagadók, nagyobb eséllyel fordulnak el a vallástól. Mit tegyünk, hogy a gyermekünk tovább vigye a szülők hitét, és, a és ő hívő legyen? Nekem nagyon. Ezett amit Püspök hogyha mondtál, rendkívül felszabadító lehet ez úgy gondolom a, a szülők számára, hogy ez, ezek a kapcsolatrendszerek valahol azért rejtély a számunkra, és nem, nincs is a, a mi irányításunk alatt, nem tudjuk teljesen az irányításunk alá vonni, és azért jól látszik ebből a saját feladatunk, tehát a a saját Isten kapcsolatunkat rendezni, mélyíteni, a saját életünket rendbetenni, a saját kapcsolatainkon dolgozni, az nyilvánvalóan a feladatunk. És utána, ami pedig lesz a szeretteinkkel, akiknek a, az élete fontos a számunkra, azt azt utána bízhatjuk Istenre, feladatunk marad bőven. Hát én is azt gondolom, ahogy itt így látszik is, hogy a hitelesség rendkívül sokat számít, de nem csak a szülők hitelessége. Tehát rendkívül fontos a szülők hitelessége, hogy az első időszakban ők a legmeghatározóbb környezet, de azután jönnek a közösségek, és hogy például egyáltalán találnak-e a gyerekeink olyan hiteles Hívő közösséget maguk körül ez nagyon sokat fog jelenteni az ő hívő életükben is, vagy akár mint fiatal házasok is, hogy találnak -e egy olyan közösséget, de ugyanígy, hogy a, a hivatalos egyház, mint megjelenés is, hogy hiteles lesz-e számukra valamilyen formában, vagy, vagy, vagy időlegesen elfordulnak, mert azt gondolják, hogy akkor mindenestől kidobják, de ez tényleg olyan sokszor látszik az, hogy egy, egy kevésbé hiteles személy, Akár, akár, a családban, akár a közösségben, akár a, a, az egyházi tisztségviselőkben, vagy hivatalos egyházban ö, időlegesen erőteljesen visszafordíthatja azt a folyamatot, ami esetleg csírázni kezdett benne, de hogyha megint találkozik ilyen, ilyen kapcsolatokkal valóban, akkor, akkor biztos vagyok benne, hogy meg tudja hallani azt a hívó hangot, ami, ami kezdettől fogva szól, azért, azért Nekem ez nagyon felszabadító szintén, hogy hogy a, a hitünk az egy válaszadás. Tehát nem nekünk kell kikapargálni. Tehát Isten réges- rég szeretett és elárasztott. Tehát igazából mi felébredünk arra, hogy hát itt vagyok ebben a helyzetben, és, és válaszolok. Tehát nem propaganda eredménye, nem meggyőzés eredménye, nem tanulás eredménye, hanem. hanem hanem kapcsolat eredménye, hogy, hogy valóban válaszolhatok arra, arra, meghívásra, ami minden ember szívében hiszem azt, hogy szól. A hitelesség az kulcs kulcskérdés egészen biztosan, -e? és az egyházi iskolákban is azt látjuk, hogy a diákok visszajelzéseinek a középpontjában ez van. Tehát, hogy az iskolához hogyan viszonyulnak, hogy mennyit fogadnak el, mennyire teszik magukévá, vagy fordulnak szembe vele, itt ez a hitelességen áll vagy bukik. Tehát, ha aki, aki kritikus, az a hitelességünket hozza föl oknak, és ha, és ha igaza van, akkor nehéz, akkor nehéz is vele vitatkozni. Tehát azon kell dolgoznunk, hogy hitelesek legyünk. vannak -e esetleg olyan dolgok, amiket érdemes elkerülni, hogy, hogy ne utáltassuk meg a, a, a kereszténységet a gyerekekkel? Én nem arra tenném hangsúlyt, hogy mit kerüljünk el, hanem, hogy mit adjunk. A hit az valójában közös. Mindig. És ha a gyerekeknek megadjuk a korcsoportnak, korosztálynak megfelelő közösséget, akikkel együtt élhetik meg a hitüket. Itt nyilván látjuk most a cserkészet, az antiókiások, akkor sokkal könnyebb a gyerekeknek ezt megélni. De ha egy gyerek elmegy egy templomba, és egyedül van, mint fiatal, akkor nagy zavarba jön. És, és kevés az a gyerek, aki annyira vagány, annyira erős, hogy ebbe beleáll. Tehát ami nagyon fontos, hogy, hogy közösség legyen, és segítsük ezeket a gyerekeket, ilyen közösségeket találni. Sok apró kis szituáció van a családi életben, amik ezek most nem ilyen alapvető nagy kérdések, csak kis praktikák hát mondjuk olyan kedves visszaemlékezni arra, hogy elkezdünk a kisgyerekekkel imádkozni este gyertya körül. Nagyon tetszik, hát a, a gyertyát meggyújtjuk, az minden gyereknek e, a kedves és örül neki, értekli is. Ez egy érdekes dolog egyébként. Tehát a gyertya az egy erős, egy jó szimbólum, egész biztos. És akkor így természetes módon belenőnek a gyerekek ezekbe a az esti családimákba. És eljön ugyanilyen természetes módon az a helyzet, amikor az a gyerek, aki 6-8 éve ott van esténként mindig, az, az elkezdi kihúzni magát, úgy félrehúzódik, egy kicsit elfordul, amikor meg kéne szólalni, akkor összezárja, ő nem, és akkor, akkor jön a kérdés a szülőnek, hogy akkor most ezzel mit csináljon, leállítja, erővel, próbáljuk már pedig mi nálunk ez így, és te is tudhatod, hogy hány éve és most is, és légy szíves, vagy, vagy átlép rajta, és akkor mi lesz annak a következménye. Tehát ez nagy, nagy bölcsességet a az adott gyerek ismeretét igényli, és, és megint a hitelesség. Tehát nincsenek is mindenkire érvényes megoldások ebben a helyzetben, mert a szülőnek azt kell képviselni, ami, ami ő belőle valóban őszintén jön és ez egy kicsit eltérhet egymástól, mert, mert csak azt tudja hitelesen képviselni. Tehát ha neki nagyon fontos, akkor, akkor, azt kell képviselni. Ha el tudja engedni, úgyis akkor lehet megengedőbb is. És aztán nyilván mind a két esetben a történetnek van folytatása, amikor megint figyelni kell. Új, új helyzet, jó felé, rossz felé alakult, akkor most mi a következő lépése. Van egy olyan eset, csoport, amikor meghalnak a szülők és a hátramaradt felnőtt gyerekek Isten kapcsolatába törés keretkezik. Ilyenkor előfordul, hogy a korábban vallásos, hívő ember többé vagy valamilyen időre hitehagyóvá vallását nem gyakorlóvá válik. Hogy lehet segíteni ebben az esetben? Mint hogy az életben mindenben azt mondjuk, hogy amikor valaki elindul a nagybetűs életbe, akkor elhagyja apját és anyját, hát akkor elhagyja az apja és anyja hitét is, azaz a saját hitével kell, hogy tovább éljen, mint ahogy a családban a saját szeretetével, a saját szokásrendjével, a saját kultúrájával kell, hogy új tovább menjen, ugyanígy a hitében, és ha ez nem történik meg, mert ha csak hazamegyek, és akkor vagyok vallásos, amikor anyukámhoz megyek, szülőfalumba, és ott megyek templomba, és az szerint élem, és még nem nőttem föl, pont amiről az előbb beszéltünk a, a bérmákozókkal, akkor valóban, amikor megtörténik egy ilyen végső elválás, akkor elválik attól a hittől, de az nem az ő hite volt, az nem az ő Isten kapcsolata volt, ezért történhet meg. E a felnőtt élet keresztényi vállás az egy óriási út, egy nagyon nagy küzdelem. És ez mindenkinek személyesen kell rajta dolgozni, amiről itt már szólt. ez a személyes felelősség és a közösség felelőssége. Egy-egy tragédia is gyakran elfordítja a hittől, hogy hát ha Isten ezt meg tudta engedni, és hogy hogy, 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 tudta ezt végignézni, és hogy hogy küldhetett ilyen szenvedést, stb. És azt hiszem, hogy ezeknek a, ezeknek a helyzeteknek valóban sok idő kell. Tehát ez... Az is vigasztaló, ahogy, ahogy, ahogy Jézus is kimondta, hogy miért hagytál el engem. Tehát azért ott van az a, az a nagyon nagy kilátástalan helyzet, amikor valóban az Istennel is szembefordulunk, vagy úgy érezzük, hogy Isten elfordult, vagy elment, vagy nincs itt és itt is biztos, hogy a, a, támogató közösségnek, de nem az, hogy, hogy most mondja, hogy de, mert itt van, meg szeret meg nem tudom én, hanem maga a jelenlét. Maga az a, az, a, az, a az, az, átölelő jelenlét, amelyik tovább is hordozza mondjuk a saját hitét, például ez, ez a barátja, vagy családtagja, vagy valaki -e, tovább is éli az, de nem kényszeríti rá, hogy ő most akkor nagy hitvallásokat tegyen, hanem türelemmel megvárja, meg, ez a sebb begyógyult, tehát ahol sebb van, ott azt be kell kötözni, és az, az lassan gyógyul. A tragédiák eltávolíthatnak Istentől, de ugyanúgy oda is fordíthatnak. Mindkettő elő is fordul gyakran, és az eltávolodás az, az ugyanúgy lehet átmeneti. És pont a megtapasztalt üresség és hiány vezethet vissza utána. Van erre is számos példa. Köszönöm az értékes gondolatokat. A hallgatóinkat bátorítom, hogy lépjenek velünk kapcsolatban. Az adás e-mail címe a találjuk meg egymást kukac, ahol szeretettel várjuk a kérdéseket és témajavaslatokat. Értékes tartalmakért pedig ajánljuk a katolikus.mát. Köszönöm Felföldi László Püspök atyának, Pécsi Ritának és Messina Tamásnak a beszélgetést. Találkozunk két hét múlva. Isten áldjon mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki. kiemmel. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a podcast epizódot. Ha tetszett, akkor kövess minket, iratkozz fel csatornánkra és támogass missziónkat a katolikus.ma per támogatás oldalon. További értékes tartalmakért böngész naponta a katolikus.